Sok szeretettel köszöntöm nézőinket. Vendégünk a stúdióban Rogán László polgármester. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, jó reggelt kívánok. Éppen a tegnapi napon zajlott egy rendkívüli testületi ülés, viszonylag sok napi rendel, közel 20-szal, úgyhogy ezeknek a fő döntéseiről lesz ma főként szó. Kezdjük a hulladékkezeléssel, amivel hát szinte minden második, harmadik testületi ülésen valamilyen formában foglalkozni kell. Most milyen döntés született? Csak egy picit helyesbítenék, ez egy rendes testületi volt, ami valóban rendkívüli volt hivatalosan, de az elmaradt május végi testületi ülést tehát hoztuk június legelejére, mert ugye majd fogunk erről beszélgetni, nem voltunk itthon, és itt tudtuk megtartani. Valóban elég sűrűn foglalkozunk a hulladékszállítással. Nem kivonultan azért, mert nekünk nincsen jobb dolgunk, hanem azért, mert a törvény úgy rendelkezik, időnként felül kell ezeket a dolgokat vizsgálni, sőt, az elmúlt időszakban változott a hulladék gazdálkodásról szóló törvény, és emiatt is kellett ezzel foglalkoznunk. Most jelen pillanatban ugye az AVE szállít Budakalászról, és úgy néz ki, hogy így is fog maradni, még egy esztendeig biztos, mert eredménytelen lett az a közbeszerzési eljárás, amit ki akartunk írni, pontosabban ki is írtunk. De már azért folytattunk olyan tapogatózó megállapodásokat a Tatabányi önkormányzattal, mert ugye ő a tulajdonosa ennek a cégnek, és a polgármester úr, a tatabányai polgármester úr be is vitte a közgyűlés elé, és ott el is fogadták, hogy amennyiben a mi pályázatunk eredménytelen lesz, akkor még egy évig változatlan feltételekkel tovább szállítanak. Úgyhogy a budakalászi lakosokat meg kell nyugtatni, hogy semmilyen, őket most semmilyen változás, semmilyen teendőjük nincs, nem érinti őket semmilyen formában. Ugyanúgy fog tovább menni a hulladékszállítás, hogy eddig ment, ugyanúgy viszik a szelektíveket, a zöldet, a napok azok egyelőre azok, amik voltak, úgyhogy itt semmilyen változás nincs, az árban sincsen semmilyen változás, és nekünk volt ezzel elég sok munkánk, hogy ezt a közbeszerzést végig vigyük, és mégis minden maradt a régiben. Jövőre újra meg kell próbálni, mert ugye egy évig van ez a hosszabbítás, és akkor már meglátjuk, hogy mi lesz 2016-tól, mert ugye akkora fog működni az a lerakó, amiben mi is tulajdonosok vagyunk, közel 90, vagy közel 100 önkormányzattal együtt, és akkor majd el kell dönteni, hogy merre tovább, de ez még 2016. Ott az is lehet esetlegesen, hogy Budakalász város egy kis beruházás után saját maga szállítatja, viszi el a saját szemetét, és akkor azért nem kell külön megbíznunk senkit. Szó volt a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről is a tegnapi ülésen. Igen, olyan formában, hogy az a pályázat, amin ez az egész Dunavihetes köze szerveződés elindult, ez egy is projekt, ez egy nagyon nagy pénzekről beszélünk, itt ilyen 10 milliárdos pénzek az, amik mozognak. Itt Budakalász tekintetében is azon túl, hogy közel 500 szelektív, nem is szelektív, komposztáló edény kerül majd a lakosság számára kihelyezésre jövő esztendőben. Valószínűleg 4 gyűjtő szigetnek is meg kell valósulni. Mi ezt nagyon nem szeretnénk, ezért kértük, hogy amennyiben lehet esetleg a pályázat megengedi, akkor ezt vigyék el a városból, de amennyiben nem, akkor kijelölünk olyan helyeket, ami nem közterületen van, mert azt gondoljuk, hogy voltak a Kalászon gyűjtő szigetek, és láttuk, hogy mivel járnak, ezért olyan közintézményeinkben helyeznénk el, ami zárható, ugye hivatal, óvodák, iskolák. Erről döntöttünk tegnap, ez volt a módosítás, hogy akkor tegyük oda, ahova ezeket időnként be lehet zárni, és nem pedig kommunális hulladéknek a lerakására fogják használni. És akkor még mindig a közszolgáltatásoknál maradva, a DMRV-vel folytatott ugye az önkormányzat tárgyalásokat, hogy a szennyvízhálózatot üzemeltesse, vegye át az üzemeltetést, hiszen az önkormányzat saját cége az új jogszabályok szerint már nem végezheti ezt a feladatot. És ha minden igaz, akkor most júniussal meg is történik ez az átállás. Június 1-től elvileg a DMRV ZRT szolgáltat Budakalászon is szennyvíz szolgáltatás tekintetében is ők lesznek, akik jogosultak. Ugye hát a vizet azt már régóta ők szolgáltatják. Valóban törvényi változás miatt mi ezt tovább nem végezhetjük ezt a munkát. Az se lett volna a cél, hogyha ilyen kényszer kijelölés történik. Mondjuk valószínűleg is a DMRV lett volna az a partner, akit minket kijelölnek a számára, mert hát logikus, hogy velünk vagyok kapcsolatban, de ezt megelőzendő kötöttünk velük a szerződést. Megtörténtek az elmúlt időszakban azok a auditálások, vagyonfelmérések, mindenféle olyan ehhez kapcsolódó papírmunka, amit el kellett végezni a cégnek és az önkormányzatnak. Ezek megtörténtek, és június 1-től valóban. Úgyhogy most annyi lesz a változás a lakosság számára, hogy a számla
fejléce fog változni. Nem a BKÜ ZRT-től kapják, hanem a DMRV-től. Ugyanakkor a cég nem szűnik meg egyelőre még a BKÜ, mert azért a sok intlévőségünk van, meg sok folyamatban lévő ügy, amiket szeretnénk azért befejezni. A cégnek egyébként elég nagy tartozása van, nagy kintlévősége van. Most a lakosságnak van nagy tartozása a cég felé, ez közel 90 millió forint, ami hát ugye nem egy év alatt, hanem mióta a cég létezik, azóta folyamatosan halmozódik és görgeti a cég ezt az adósságállományt maga előtt. Itt különböző lépéseket kell majd tenni, hogy ezt a pénznek a nagy részét, ami még mondjuk vagyis élő követelés, az be lehessen hajtani. Az a baj, hogy a szennyvizet nem lehet elzárni. Szóval a vizet ugye lehet csökkenteni, a vízkorlátozást, de a szennyvíz ugye az veszélyes hulladéknak minősül, ezért ott nem lehet korlátozni a szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem fizeti ki a díjat, akkor is elszállítják tőle ezt az anyagot. Ilyentől kezdve kicsit gyengébb a, hogy is mondjam, az erő, amit tudunk e felé, a kérdés felé állítani, de bízom benne, hogy az új cég, a DMRV is megtesz mindent, hogy a mostantól a fizetési morál az jó legyen, mi pedig azon dolgozunk, hogy a régi kintlévőségeket próbáljuk valahogy behajtani. Emlékszem rá, hogy azért az elmúlt években már történt erre próbálkozás, hiszen végeztek ilyen színes füsttel tesztet, hogy hol van illegális bekötés. Mégis most akkor az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak még, hogy ezeket a kintlevőségeket valahogy behajtsa, hiszen tényleg nagy összegről van szó. Adók módjára is behajtható. Vannak új jogszabályi változás alapján NAV-nak ezeket a dolgokat át lehet adni, és akkor elképzelhető, hogy a NAV hajtja be a saját apparátusán keresztül, mert ezért tudjuk azt, hogy eléggé, és mondjam, jó hatásfokkal szokott működni. Ilyen füstölés valószínűleg lesz most is, de majd a lakosságot tájékoztatjuk. Első körben nem azért, hogy büntessünk, azt ugye a DMR-vel meg is beszéltük, hogy szeretnénk felderíteni, mert kérjük a lakosságot, hogy nagyon sokan kötöttek rá, nem szennyvízről beszélek én most illegálisan, hanem esővíz befizetésről. Lehet látni, hogy nagyon nagy eső van, ugye Budakászon osztott rendszer van, és mégis a szennyvízgyűjtő rendszerünk nagyon megterhelődik olyankor, amikor nagyon nagy esők vannak, ami azt jelenti, hogy bevezetik az emberek, és ezt tudjuk is, látjuk is, hát lehet látni a házakon, hogy a csatorna lejön, és akkor eltűnik a földbe valahova is, hát általában nem szikasztóaknába tűnik el, hanem beviszik a csatorna rendszerbe. Ez azért baj, mert hogyha át fogunk térni majd egy mért számításra, ami az átvett mennyiséget majd számolja, azért nem mindegy, hogy mondjuk a csapadékos idő után mondjuk egy olyan 30%-kal megnő a víz mennyisége, amit a lakosságnak kell kifizetni valahogy. Úgyhogy ez ilyen szempontból szeretnénk a DMR-vel közösen majd egy füstölést végeztetni a városban. Erről mindenkit fogunk értesíteni, hogy lesz egy ilyen, nem titokban szeretnénk első körben, vagy mindenkit fogunk kérni arra, hogy ha van ilyen illegális, úgymond illegális esővízbekötése, azt szüntesse meg. Egyébként is törvényi kötelezettség alapján mindenkinek, és ez nem kalászi törvény, a csapadékvizet a területén kell elszikasztani, vagy vízgyűjtő árukban, vagy egy szikasztó árukban, de a saját területén kell elszikasztani, nem pedig rángatni a közcsatornára. A tegnapi testületi ülésen került a grémium elé a média pályázat is. Mi lett ennek az eredménye? A testület úgy határozott, hogy a mostani szolgáltató, aki nekünk ezt a munkát végzi már egy pár esztendeje, ő kap még egy évre most megbízatást. Véleményem szerint a munkájukat jól végezték, áremelkedés nem történt, ugyanannyira dolgoznak, mint évekkel ezelőtt, úgyhogy itt nem történt semmilyen, még a infláció követő áremelkedés sem. Két pályázat érkezett, az egyik érvénytelen volt különböző okok miatt, a másik ugye érvényes volt. Elvileg az érvénytelen pályázatot nem is vizsgálhatja a jogszabály alapján, ha megállapította az érvénytelenségét az ezt vizsgáló testület. Onnantól kezdve nem azt vizsgálja, hogy miért érvénytelen, hanem csak az, hogy érvénytelen, a másik érvényes volt. Egy évre bíztuk meg a céget, hogy folytassa a munkát. Intézményvezetői pályázat elbírálásáról is kellett döntenie a testületnek a Nyitnikék óvodát illetően. Maradt-e a korábbi vezető? Hát sok választásunk nem volt, és ezt most ilyen örömmel is mondom, mert egy pályázó érkezett. Egy pályázat volt a jelenlegi vezető Krenreiter Péterné pályázata volt az egyedüli és érvényes. Őt mindenféle szakmai szervezet, szülők, és mi is támogattuk, úgyhogy egyhangulag lett újra megválasztva 5 esztendőre a Nyitnikék óvoda élére. A Nyitnikék óvoda, ugye tudjuk azt, hogy egy elég szerteágazos, elég, hogy is mondjam, területileg is szétszórt intézményünk, ugye a Vasútsortól kezdve a Pomázi út, a Szalonka utca,
úgyhogy sok helyen van neki tagintézménye, nem kis feladat a Gabika munkája, de hogy eddig jól végezte, bízom benne, hogy ezután is jól végzi, miért ne végezni jól, úgyhogy a testület őt egyhangulag szavazta meg. Bölcsöde kapcsán is hozott döntést a testület, alapítókiratot kellett módosítani. Mit kell tudnunk most erről? Hát ugye az új bölcsődénk miatt kell bizonyos dolgokat nekünk most jogszabályi változások kapcsán is, meg az élethelyzet miatt is meghoznunk. Hát nagyjából meghatároztuk, nem csak nagyjából pontosan is, hogy hány gyermeket lehet felvenni az intézményben, ugye a Pomázi úti és a Budai úti intézményben 20 gyermeket lehet felvenni. Az új bölcsője pedig hát a törvény alapján, ugye 40 fő is ugye a bölcsi, ezt tudjuk, de ugye jogszabályi megengedések miatt ettől mi eltérhetünk, és ugye durván 48 és 52 fő az, amit felvehetünk az új bölcsődénkbe, valószínűleg ki is fogjuk ezt a számot meríteni, úgyhogy erről döntött a testület, meg arról, hogy az intézmény építés kapcsán milyen létszámbővítést határoz el. 20 főben maximalizálta az álláshelyek számát, ami kb. 10 új álláshelyet jelent. Úgyhogy munkahelyet teremt most az önkormányzat. 10 embernek lesz munkája Budakalászon, plusz 10 embernek, ami azt jelenti, hogy bízunk benne, hogy kalásziakkal lesz feltöltve. Ezt külön kértük is, sőt, olyannyira kértük, hogy a határozati javaslatunkba ezt bele is foglaltuk az intézmény vezetője számára, hogy lehetőleg, ha van a jelentkezők között budakalászi, akkor ők az elsők, amennyiben nincs, akkor persze más is fel lehet venni. De jelezte a vezető, hogy nagyon sok pályázat van, és szinte mind budakalász, úgyhogy bőségzavarával küzdködünk, 10 hely van, a 10 helyet kell valahogy igazságosan elosztani. Jó ütemben halad egyébként a bölcsőde építése? Ütemterv szerint haladnak, a tetőfedés lassan befejeződik, a belső vakolatok azok már lassan teljesen kész vannak, az alapszerelések megvannak, a víz, gáz, csatorna alapszerelések megvannak, nem sokára az azotbetont készítik el, nyílászáró gyártása folyamatban van. Amit megcéloztunk, ugye, hogy a júliusi műszaki átadás, utána ugye engedélybeszerzések hasonlók, és augusztus végén mi a 20. állami ünnep utára terveznénk egy ilyen nagy városi megnyitót, ahol meg szerint, ugyanúgy, ahogy tavaly az egészségháznál, itt is majd minden budakalászi lakot szeretnénk meghívni, és bízom benne, hogy szeptemberben a beszoktatással az új intézmény a kapuit megnyithatja. Nagyon impozáns az épület, szóval ugye én bejárhatok hivatalból, a lakosság úgy nem láthatja még belülről a házat, még itt sem, hogy csak készülő félben van, de olyan impozáns terekkel rendelkezik, olyan megoldásokkal rendelkezik, ami csodálatos, több mint 200 négyzetméter zöld tető van a házon, ami mondjuk, és talán a hűtés, inkább a hűtés szempontjából nyáron van jelentősége, nem látják maximum az oldalból, a szomszédból láthatják a gyermekek, a tetőt, ugye mi a utcáról nem, de tudjuk azt, hogy az ott van, úgyhogy ez egy ilyen újszerű megoldás lesz, ilyen hát extenzív zöld tetőt, ami azt jelenti, hogy nem igényel külön locsoló rendszert. Hogyha az égiek locsolják, akkor szépen növekszik, ha nem, akkor éppen kicsit lassabban, de ez is a cél, hogy ne egy ilyen elburjázott felület legyen. Lényeg az, hogy jól halad a bölcső, de nincsenek lemaradva. Azt gondolom, hogy semmi oka nem lesz annak, hogy mi ezt a szép épületet augusztus végén ünnepélyesen is megnyithassuk. A nagy beruházás mellett azonban vannak kisebb fejlesztések is a városban, aminek már hát soknak már láthatjuk is az eredményét. Június elején vagyunk, ilyenkor hirtelen megváltozik a városképe, hála Istennek, mert ugye mindig várunk egy picikét itt, például most a díszítésre gondolok, a fagyosszentek meg szoktuk várni, mert azért most is ugye látjuk, hogy milyen időjárás volt. Most zajlik a városban a virágok átültetése, aki jár, az látható, hogy két hétig nem voltak igazán virágok a városban, ugye most kerültek kiültetésre, az futómuskáknak az oszlopokra, a tereken az idei virágok kiültetése megtörtént. Folyamatosan megtörténik. A szerb kereszt felújítása befejeződött, nagyon szép lett. Sokat vártunk rá, mert a hatóságok azért, hogy is mondjam, nagyon pozitívan álltak ehhez a kérdéshez, vagyis úgy álltak, de nagyon hosszú időtartam volt, amíg ezt el tudtuk végezni, de most már ott van, kész van a szerb kereszt, gyönyörűen felújítva. Folynak a városban a kátyúzások, azok is napokon belül befejeződnek. Végre megkaptuk nagyon sokan régóta várt Patak kis hídnak az engedélyét. Mihet jogerőssé válik, akkor a kivitelezés is ott megkezdődik. Én bízom benne, hogy június-július folyamán a kis híd helyére kerülhet, az nem sokára elkezdődik.
Megtörtént nem is olyan régen, a kolléganőm jelezte nekem, hogy a törvényi kötelezettség alapján április 30-áig kellett benyúlni ugye az elszámadást. A testület felé ez megtörtént, a testület terapia tárgyalta az elszámadást, és kiderült, hogy ez azért elég jó pénz maradványal rendelkezik a városunk. Ezt a pénzt most valószínű, hogy picit be fogjuk forgatni a városnak az élhetőbbé tételére, ami azt jelenti, hogy utakat kezdünk építeni, plusz utakat, amiket nem terveztünk idáig, járdákat, amiket nem terveztünk idáig, közvilágítás bővítés, egy kis játszótérépítés, talán még egy kis zöld felület építés, ez még nem sokára kezdődik, úgyhogy bízom benne, hogy a nyár az, akiknek pihenéssel telik, azoknak pihenéssel fog telni, nekünk azért a városban sok-sok munkánk lesz, de bízom benne, hogy ez meg is fog látszani a városon. És akkor zárjuk a mai beszélgetést egy kis testvérvárosi témával. Ugye nem olyan régen a Kállánmányiak voltak itt Budakalászon, aztán pedig egy delegáció utazott Lövétére. Mit kell tudnunk erről a kirándulásról, mi volt a célja? Régóta nem jártunk Lövétén, ezért mindenképpen szükségét éreztük annak, hogy most már el kell mennünk. De mivel annyi dolog van ezen a héten, most ahol most beszélgetünk, ezért pünkösdi hetet nem tudtuk bevállalni, ezért pünkösd előtt egy héttel mentünk ki. Kettős célja volt, először is az, hogy a testvér kapcsolatoknak a fenntartása továbbra is működhessen, mert ugye voltak Kalászon itt változások, az egyesület megszűnik, és az önkormányzat veszi át ennek a funkcióját, és ezt szerettük volna vinni a hírt, hogy itt nem, ilyen szempontból nincsen változás. A másik pedig az volt, hogy egy-két olyan képviselőtársunk, hivatali dolgozó, budakalászi polgár, aki nem járt még Lövétén, és szeretett volna velünk eljönni, őket el tudtuk vinni Lövétére. A polgármester úrral 4 napot töltöttünk együtt, szinte végig velünk volt, és köszönet érte neki. Egy dolog nem volt velünk, az időjárás, mert amíg itt Magyarországon, ugye látjuk, hogy sok helyen még locsolják a földeket, hát kint Székelyföldön van a 3 napban, amíg kint voltunk, egyfolytában esett az eső. De azért tudjuk azt, hogy a székelyföldi vendégszeretet milyen híres, nem éreztük semmiféleképpen hiányát a napsütésnek, teljesen jól el voltunk. Polgármester úrnál tettük egy látogatást a községházán, az aktuális dolgainkat megbeszéltük, eszmét cseréltünk, ugye ők is európai uniós projektek tömkelegében vannak benne, mi picit talán itt előrébb tartunk, és egy pár gondolattól ezeket átbeszéltük, de hát Lövéte is látványosan fejlődik, hála Istennek azt gondolom, hogy az európai uniós tagság nekik is hozott azért sok-sok szép sikert. Ők mikor jönnek hozzánk, erről volt-e szó kint? Igen, meghívtuk őt is, testvértagjait, bárkit, akit el tudt hozni a polgármester úr, István atyát, ugye kinti római katolikus plébánost. Úgy néz ki, hogy szeptember 14-én a városnapra itt lesz Lövétéről egy küldöttség, egy baráti társaság, ahol majd szintén most akkor viszonozzuk majd a Lövétéri látogatást, majd itt igyekszik őket Budakalászon megvendégelni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nézőinek köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!